Hosszú Katinka olimpiai bajnok úszó volt a díszvendége annak az eseménynek, amely az úszás ünnepe nevet viselte, és amely második kiadására az elmúlt hétvégén került sor Kolozsváron. Spitzer Judit riportja következik. Hosszú Katinka háromszoros olimpiai bajnok, világ és Európa bajnok, világcsúcstartó úszónővel együtt ugrottak vízbe a Romániában először Kolozsváron megrendezett Univer 24 az úszás ünnepének résztvevői. Óriási megtiszteltetés az úszás ünnepe alkalmából, hogy Hosszú Katinkát vendégül láthatják itt Kolozsváron. Óriási szerencse és óriási öröm számunkra is, hogy Hosszú Katinka támogatja az Univer 24 az úszás ünnepének az üzenetét, ami az, hogy az úszás mindenkinek és mindenki az úszásért. Ön nem csak egy kiváló sportoló, hanem példakép most már tízezrek számára. Hogyan éli ezt meg? Hiszen már nem csak a sportba kell teljesítenie, hanem példát is mutatnia. Őszintén szóval fel kellett nőnöm a feladathoz. Bár nem volt nehéz, csak néha... Ugye nekem számomra is furcsa, egyrészt néha én is meg, ja tényleg olimpiai bajnok vagyok, és hogy nem csak magamnak csinálom, hanem tényleg, ahogy említette, több tízezren figyelik azt, hogy én mit csinálok és a munkásságomat. Én ma már gondolom, hogy ezt sikerült így a fejembe vésni, és talán számomra úgy a legkönnyebb megérteni és felnőni ez a feladathoz, hogy én emlékszem arra, amikor pici gyerek voltam, és felnéztem meg ezt, hogy Krisztinára, és minden lépését figyeltem, azt is néztem, hogy milyen hajgumija van, és tényleg nagyon szerettem volna olyan lenni, mint ő volt. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy most a gyerekek itt a medencében vajon hogy érzik magukat, akik úszók szeretnének lenni, és esetleg én vagyok a példaképük. Úgyhogy én mindent megteszek azért minden nap, hogy ehhez tényleg úgy tegyek eleget, hogy... hogy akik engem követnek, azokból nagyszerű sportoló és ember legyen. Nem csak egy példakép, hanem úttörő is az edzésmódszereit tekintve, tehát újdonságot hozott az edzésmódszerekkel. Igen, én voltam talán az első, aki ilyen sokat versenyzett egy évben. Már ugye 2012-ben a londoni olimpia után elkezdtem nagyon sokat versenyezni. Most már, hogy 19-et írunk, azért most már nagyon sokan követték ezt a fajta felkészülési módszert, és nagyon sokan versenyeznek, egyre több a pénzdíjas verseny, ugye most már egy új liga is alapult, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az úszás tényleg arra abban az irányban megy, hogy most már mondhatjuk azt, hogy profi sport lesz. Hallgassuk meg az üzenetét, és próbáljuk úgy nézni a sportot, mint ahogy ő látja, hogy tényleg az úszást szeretni kell, az úszás életstílus kell legyen elsősorban, és utána következhet majd az élsport is, amire tökéletes példát mutat nekünk Hosszú Katinka. És akkor végül most készül a jövő évi olimpiára, hány arannyal számolhatunk jövőre? Készülök, gőzerővel készülök. Én, amit őszintén célul tűztem ki, hogy a felkészülésembe maximumot bele tudjak tenni, és amikor kiszállok a Tokióba a medencébe, akkor is ugyanezt tudjam elmondani magamról, hogy büszkén mondhassam azt, hogy ennyi volt bennem, és mindent megtettem a sikerért, vagy a kudarcért, azt majd meglátjuk. Az Univer 24-en a hosszú távúszók mellett 836-an vettek részt, és összesen 563,5 kilométert tettek meg egy nap alatt. A nagy sikerre való tekintettel a rendezvényt jövőre is megrendezik Kolozsváron.